Az Európai Uniós támogatások hatékony felhasználása érdekében jól előkészített és koordinált projektekre van szükség. Kiemelkedő munkát végez az uniós pályázati programokban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat hivatala, hangzott el a csütörtöki közgyűlésen. A hivatal szakemberei 50-60 projektben vesznek részt, ezek között nemzetközi határmenti programok is vannak. A projekt menedzsmenttel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez a hivatalban elegendő a humán erőforrás. Jelentősen bővült a megyei önkormányzat hivatalának a létszáma az elmúlt időszakban. 20-ról 50 főre bővült a hivatali létszám. Ezt nyilvánvalóan az indokolta, hogy határmenti programokban veszünk részt, fogunk részt venni, sikeres pályázati programok előtt állunk remélhetőleg, illetve hát a topos pályázatokban is több mint 50, majd 60 programnak a projektmenedzsment szervezeti feladatait a megyei önkormányzati hivatal látja el. Ezen túlmenően a megyei fejlesztési ügynökség, a költségtelevízió is vesz részt ilyen programokban, amelyek a határmenti együttműködést szolgálják, az emberek közötti véleménycserét, akár a költségtervezőre gondolok, kulturális kapcsolatok erősítését. Ezeknek nagyon fontosnak tartom, hogy a hivatali létszámmal megerősítve ennek a társadalmi elvárásnak meg tudjunk felelni. 2017. július 23-án Tuzsér és Komoró között egy veszélyes anyagot szállító kamion felborult. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a szállított veszélyes anyag nem került a levegőbe. A katasztrófavédelem viszont nincs felkészülve az ilyen esetekre, ezt emelte ki ismételten Ferkovics Tibor jobbikos képviselő felszólalásában, aki nem volt elégedett a Belügyminisztérium katasztrófavédelmi főigazgatóságának a testülethez eljutatott levelével, amely szerint egy uniós jogharmonizációs követelmény miatt nem lehet itthon tiltani a veszélyes anyagok közúton történő szállítását. Tulajdonképpen a főtanácsos úr tisztán és érthetően leírja ebben a levélben, hogy továbbra sem rendelkezünk egy ilyen rendkívüli baleset bekövetkezésénél a megfelelő védelmi eszközökkel, illetve a megfelelő szakembergárdával, és ezt továbbra sem tartom elfogadhatónak, illetve ameddig nem tudunk felkészülni egy ilyen rendkívül eseményre, én továbbra is az a véleményem, hogy tiltsuk be ezen veszélyes anyagok szállítását közúton. Nem kezdődött el az útépítés, és 2017-ben már nem újulhat meg a Nyírbátort az M3-asal összekötő 4105-ös út. Szólalt fel napi rendek előtt Veres János, szocialista képviselő, csúszik a nagy kamionforgalommal terhelt útszakasz kivitelezése. Ez a munka most sem kerül elvégzésre, pedig még egyszer mondom, hogy ez külföldi cégeknek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, ez egy megígért program volt, amit régen végig kellett volna hajtani, és ráadásul rendkívül balesetveszélyes. A múlt héten is súlyos baleset történt ezen az útszakaszon, azért, mert rossz az út minőség egyszerűen. Nagyon sajnálom, hogy sok év hadakozás után, noha elismerték, hogy föl kéne gyújtsák, mégse kezdik meg a felújítást 2017-ben. Az említett 11 kilométeres útszakasz toppos keretből megépülhet, erre már megvan a forrás. A toppos fejlesztések keretéből tudomásom szerint már a közbeszerzésnek is vége van. Az M3-as Nyírbátor összekötő útnak a felújítása és rekonstrukciója, ami tudomásom szerint milliárdos nagyságrendű beruházás lesz. Azt gondolom, hogy éppen ideje felújítani ezt az utat, hiszen az ipari parkban elhelyezkedő üzemek nagyon sok nyíregyházi munkatársat tudhatnak maguknak, akik kijárnak autópályán, és nekik ugye nélkülözhetetlen ennek az útnak a felújítása. A közgyűlés képviselői részt vettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a romániai Szatmár megyei tanács közötti testvérmegyei megállapodás ünnepélyes aláírásán, amely a két megye gazdasági, társadalmi, nemzetközösségi kapcsolatát mélyíti el.